Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagyon nagy szeretettel köszöntöm a Mária Rádió kedves hallgatóit. A Porta Fidei hitvédelmi adást euh, hallgatják. Porta Fidei, a hit kapuja, a címe annak a rövid pápai buzdításnak, amelyel amely Atyánk 16. Benedek pápa a hitévét meghirdette a mai estére a szerkesztő társam Kindelman győző nem tudott eljönni, úgyhogy a, a mai estén egyedül fogom a, a, műsor témáit elmondani. A műsorunknak a legfőbb célja az volt, amit a Biblia is megfogalmaz, Szent Péter Apostol levelében olvassuk. Legyetek készen arra, hogy mindig megfeleljetek azoknak, akik a reményetek okáról kérdeznek. Legyünk készen arra, hogy választ adjunk a hitünk, a reményünk okáról. Olyankorban élünk, amikor a hitünket nagyon sok támadás éri kívülről is, sokan próbálják hiteltelenné tenni, az alapjait megingatni. És talán igen gyakran az ember a, a saját maga számára is kell, hogy újra és újra megfogalmazza a hitét, miért hiszek és miben is hiszek. Ebben szeretne. Segítséget nyújtani ez a kis műsor. A múlt alkalommal a Húsvét kapcsán Jézus föltámadásáról beszéltünk, és ennek a beszélgetésnek a gondolatmeneteit szeretném mindenek előtt egész röviden összefoglalni. Jézus föltámadása kapcsán nagyon fontos három alapvető tényt világosan látni. Az első tény az, hogy a a tanítványok, Jézus tanítványai nem várták Jézus föltámadását. Egyáltalán nem arról van szó, hogy ők hatalmas lelkesedéssel együtt voltak Jeruzsálemben, és azt gondolták, hogy valaminek itt történnie kell. Az evangéliumok pontosan az ellenkezőjéről számolnak be. Halljuk például azt, hogy az Emmauszi tanítványok elindulnak Jeruzsálemből már husvét vasárnap délelőtt, ott akarják hagyni, minél előbb a város szinte szégyellik azt, hogy ők valaha Jézusnak hittek, és most pedig csalódtak benne. Így is mondják, az út közben mi azt reméltük, hogy majd ő váltja meg Izraelt. De mindennek már harmadnapja, hogy ez történt, hogy őt megölték. Minél hamarabb el akarnak felejteni mindent. És ugyanezt olvassuk Péter apostolról, aki azt mondja, a tanítványoknak megyek halászni, Mennek vissza a régi mesterségeikhez, próbálnak minél hamarabb mindent elfelejteni. Vagyis a tanítványok nem várták Jézus föltámadását. Egyáltalán nem arról van szó, hogy a lelkesedésük átcsap, aztán abba a hitbe, hogy Krisztus él. Hanem bennük minden összeomlott, és minél hamarabb próbálják elfelejteni Krisztust. A második nagyon fontos tény, hogy a tanítványoknak és a környező világnak is nem volt ilyesfajta képzete, ilyen elképzelése, ilyen várakozása, hogy majd a messiás vagy valaki fontos ember meghal és föltámad. Nem volt ez benne a kultúrájukban, nem volt benne a vallási képzelet világukban. Hogy mennyire így van ez, megmutatja például az a, az elbeszélés is, amikor ö, azt olvassuk, hogy Pálapostól Aténben az Aeropágoszon beszél Krisztus föltámadásáról. A görögöknek beszél arról, hogy Krisztus meghalt és föltámadt. És azt olvassuk az apostolok cselekedeteiben, hogy amikor ezt meghallották, akkor azt mondták, kicsit legyintve, lesajnálva Pálapostolt, hogy erről majd máskor meghallgatunk téged, majd hogy nem kinevették. Annyira furcsának, annyira hihetetlennek tűnt, nem volt benne a görög világnak a gondolkodás módjában, hogy egy nagy ember meghal és föltámad. És éppen így nem volt ez benne az ószövetségi várakozásokban sem, a zsidó hitvilágban sem. Vagyis nem arról van szó, hogy a tanítványok fejében benne volt egy ilyesfajta várakozás, elképzelés. És aztán volt egy nagy belső élményük, úgy érezték, hogy valahogyan a dolognak folytatódnia kell, és ezt így értelmezték, aztán utólag így fordították le, hogy ez az, amit mi hallottunk, amit mi olvastunk, hogy a messiás föltámadt. Nem volt a vallási képzelet világukban ilyesfajta elképzelés vagy várakozás. Majd, hogy nem azt lehet mondani, hogy szava sem volt erre, pontos és jó szava sem volt erre a héber vagy a görög nyelvnek küzdenek a szavakkal, amikor megpróbálják Jézus föltámadását elmondani és leírni. És tulajdonképp két alapszót használ az ősegyház, egyház, az egyik az álomból való fölébredésnek a szava, Krisztust Isten fölébresztette, a másik pedig a fekvő állapotból, az álló állapotba való fölkelés, Krisztus fölkelt a halálból, de igazi szakkifejezés a föltámadásra nem volt nem arról volt szó tehát, hogy egy nagy élményt a meglevő világképük, a meglevő szókincsük alapján értelmeztek. Mert a világképükben egy ilyesfajta fogalom nem volt, hanem pont ellenkezőleg arról volt szó, hogy egy, egy olyan tényel találkoztak. Egy olyan valósággal, a föltámadt Krisztussal, ami az egész addigi világképüket gyökeresen fölforgatta, mindent újra kellett gondolniuk újra gondolták az Istenről alkotott képüket, az emberről alkotott képüket, új szavakat kellett kitalálniuk és létrehozniuk. Egy olyan valósággal találkoztak, ami az egész addigi világképüket fölforgatta. És a harmadik tény, amely talán a legfontosabb a három közül, az az, hogy néhány hét múlva ezek a megrettent apostolok, akik közül sokan szétszélettek Jeruzsálemből, ezek újra ott vannak az életveszélyes városban. És aztán nem sokkal később elkezdik boldogan hirdetni, hogy Krisztus él. Mi találkoztunk vele, ő úr és messiás, az atya jobbján ül, eljön majd ítélni élőket és holtakat. És ettől kezdve a tanítványoknak az élete másból sem áll, mint hogy mennek a világon mindenfelé és ezt boldogan hirdetik. Egy kivételével mindannyian az életüket is föláldozzák ezért a hitükért. Vagyis néhány héttel, nagy péntek után elhangzik a husvéti boldog prédikáció. Az örömhír, hogy Krisztus él. A két esemény között Krisztus halála és a boldog husvéti örömhír között valaminek történnie kellett ami megmagyarázza a tanítványoknak ezt a gyökeres átalakulását. És ez a valami Krisztus föltámadása. Arról is szótejtettünk a múlt alkalommal, hogy ahogyan a tanítványok elmondják a találkozásaikat a föltámadt Krisztussal, az is árulkodik arról, hogy, hogy mennyire hitelesen próbálják megfogalmazni azt, amit alig-alig lehet leírni. Azt mondják például, hogy zárt ajtók mögött voltak együtt, és hirtelen Krisztus megállt közöttük. Nem így mondja az evangélium, hogy átlépett, belépett, átlépett volna az ajtón vagy a falon, hanem ezt mondja, megállt, egyszer csak ott volt, és aztán egyszer csak eltűnt. Vagy azt írják, hogy nem is az arcáról ismerték föl. Az emmauszi tanítványok vele mennek az úton, és nem ismerik föl hanem egy mozdulatról, ahogy megtörte a kenyeret. Vagy akkor sejtették meg, hogy ő az, amikor lángolt a szívük, ahogyan magyarázta nekik az írásokat. Vagy Mária Magdolna szintén nem ismeri őt föl, csak akkor, amikor Jézus néven szólítja őt. Mária, érződik ezekből a leírásokból, hogy olyas valamit akarnak leírni, ami szinte leírhatatlan. Olyasmit akarnak szavakba önteni, ami szavakkal kifejezhetetlen. A húsvét eseménye az emberi történelemnek, a világ történelmének a csúcspontja és szíve, amikor föltárult az ember titka és föltárult az Isten titka, föltárult az a titok, amit az ember mindig is sejtett, és amire mindig is vágyott, Mindig sejtette az ember, és mindig vágyott arra, hogy legyen folytatás a halál után. Mindig is úgy gondolta, úgy érezte, hogy van folytatás a halál után. Hadd idézek föl egy ö, olyan esetet, egy olyan visszemlékezést, amit Exuperi ö, jegyzett föl, aki megfigyelte azt, hogy a, az arabok. A szavannák szélén próbálták hosszú időn át az antilopokat házas, háziasítani. Azonban az antilopok vad ö, élethez voltak hozzászokva, és soha nem tudták azt elfogadni, hogy karámokat állítanak nekik. És amikor a hatalmas pusztai szelek föl akkor az antilopok mindig felemelték a fejüket, mintha valami titokzatos energia futott át volna a testükön, és elkezdtek száguldani. Elkezdtek vágtatni a, a pusztán át, és mintha nem látták volna a kerítést, neki rohantak. És sok állat halálra is zúzta magát. Próbáltak az arabok nagyobb karámokat építeni. Aztán próbálkoztak azzal is, hogy már ott az embernek a fogságában háziasítva szülessenek az antilopok, kisgyerekkortól, a kis állatkortól ebbe a fogságban élő állapotban nőjenek föl, hát ha akkor megszokják és elfogadják. Azonban így sem sikerült az antilopokat háziasítani, ahogyan fölnőttek, és amikor a hatalmas pusztai szelek föltámadtak, az állatok mindig elkezdtek vágtatni, és újra és újra a kerítésekben halálra zúzták magukat. Az antilopok arra születtek, hogy vágtassanak. A végtelen pusztákon. Ez bele van írva a sejtjeikbe, az egész lényükbe. És éppen így az ember arra született, hogy reméljen és higgyen, az ember is az örök létre született, bele van írva ez a sejtjeinkbe és a lényünkbe. Az ember ezt a földi világot végesnek korlátozottnak, töredékesnek tapasztalja. Soha nem mondjuk azt, hogy ne lehetnék egy kicsit boldogabb, hogy a dolgok ne lehetnének körülöttem még harmonikusabbak. A világot végesnek érzékeljük. Ha az ember őszinte önmagához, akkor a szeretteink szenvedésébe, halálába nem tudunk egyszerűen beletörődni. Nem érezzük egészen természetesnek. Az ember a lelke mélyén lázad ellene, nagyon sok gondolkodó megkérdezte azt, hogy miért van ez így, miért nem elég az embernek ez a világ. És nagyon sok gondolkodó, nem keresztény filozófusok is eljutottak arra a fölismerésre, hogy csak azért lehetséges ez így, csak azért érzékelheti és érzékeli az ember ezt a világot végesnek. Azért érzékeli az életét töredékesnek. Mert valamit Érzékelünk a végtelemből, a teljességből, valamit érzünk abból, ami a világon túl van. És ehhez a tapasztalathoz viszonyítva érezzük a földi tapasztalatainkat végesnek. Ha semmi sem létezne a világon túl, akkor nekünk ez a világ teljesen elég lenne. Csak azért tudjuk a földi életünket végesnek tapasztalni mert érzékelünk valamit a teljességből, a végtelemből. Benne van ez a tapasztalás minden vallásban és minden nagy gondolkodónak a gondolkodási rendszerében. Ott van már az ősember szokásaiban, aki az elhuntjai mellé oda a kedves tárgyait, mert úgy érezte, hogy erre még az elhunytnak szüksége lesz. Ott van a hatalmas egyiptomi piramisokban, amik a fáraónak a házai az örök létre. Az egyiptomi vallásnak az alapkönyveiben, a halottak könyvében, ami pontosan erről szól, hogy az elhunyt elindul az öröklét országába. Az ember szívében kiérthatatlanul ott van a vágy és a tudás az öröklétről, a teljességről. Sose felejtem el, fiatal papként hívtak, Budapesten egy, egy kórházban, egy haldoklóhoz, és ahogyan beléptem a korterembe, ahol elég sokan voltak, az idős asszony meglátott, nagyon nehezen vette akkor már a levegőt, és ahogyan nehezen erősen szakadtak ki belőle a szavak, az asszony ezt mondta, Atya, de örülök, hogy ideért. Tudom, hogy nem sokára meghalok, Régóta vártam ezt a pillanatot. Tudom, hogy hazamegyek, akkor teremben nagy csönd lett, és azt éreztem, hogy ez az asszony valóban nem fél, mintha az egyik lába már odaát lett volna, mintha látta volna már azt a fényességet, ami őt várja. Az ember a lelkeméjén kiérthatatlanul vágyik az örök létre, a végtelenre, a teljességre. Érzékeli ennek a teljességnek a létét, ehhez viszonyítva érezzük a földi életünket végesnek. Az embernek erre az ap alaptapasztalatára, alapvágyakozására adott végérvényes igazolást, erről adott egy végső tapasztalatot, Krisztus föltámadása, a húsvét eseménye erről a reményről is szól a Boanergész együttesnek az egyik szép éneke, amely azt fogalmazza meg, hogy a földi életünk vándorút az öröklét felé. Mi csak vándorok vagyunk itt a földön. Vándorként éljük életünk. És a szívünk úgy vágyik, égi hazánkban Jézushoz, mert ő az Úr. S a földi sállunk egyszer összedül, S az életünk majd véget él. Az angyaloknak.